Köszönöm szépen. Hát hatalmas élmény egy újabb állami piacrablási törvényről a korrupció ellenes világnapon beszélni úgy, hogy a mai napon önök már megtagadták a tárcsorozatba vételét az antikorrupciós törvénycsomagunknak és a politikusok kötelező vagyongyarapodásáról szóló törvényjavaslatunknak is. És talán nem véletlenül ma két ellenzéki párt is tartott volna sajtótájékoztatót a korrupció ellenes világnapon, és nyilván teljesen véletlenül a Közszolgálati Magyar Távirati Iroda egyik eseményt sem tartotta fontosnak, hogy közvetítse. Azért hozom ezt ide, mert a közkeletű félreértésekkel ellentétben a korrupció nem csak az, ami a büntető törvénykönyvben le van írva. Köznapi szociológiai értelemben az is korrupció, amikor mondjuk egy érdekcsoport a laptopjáról beküld egy szabályozási javaslatot, vagy lehet, hogy most már óvatosabbak, és nem a laptopjukról küldik, hanem mindenféle kerülő utakon fülbe sugják, de legyen világos, egy olyan törvénycsomag, illetve egy olyan törvénycsomagnak az egyik szelete, ez van itt előttünk, amelyik nyilvánvalóan egy érdekkör számára teremt kedvező piaci lehetőséget, ez is korrupció, vagy ha úgy tetszik, ez az intézményesített korrupció, amikor még törvényt is ácsolnak, szó nincs itt bűncselekményről, szó nincs itt büntetőjogi kategóriákról, hiszen maga a törvényalkotás szolgál ki bizonyos nagytőkés érdekeket. Tisztelt Országgyűlés! Két dolgot szeretnék tisztázni. Az egyik az, hogy nyilvánvaló, és ezt elmondtuk az általános vitában, és az egészségvédelmi célokkal egyetértünk, mint ahogy azt gondolom, hogy minden normális ember egyetért. Tovább megyek. Elmondtuk az elmúlt 4 évben, hogy önmagában a szektorális adók kivetését, azt, hogy az elmúlt években, évtizedekben pofátlanul magas extra profitot termelő multinacionális cégeket, vagy az ilyen jellegű szektorokat megadóztatják szektorális adókkal, ezt sem tartjuk ördögtől valónak. Helyeseltük a bankadó bevezetését is. Itt viszont egészen másról van szó. A legfőbb hiányossága, illetve a legnagyobb aggály, ami miatt úgy fogalmaztam, hogy nem csak a láblók ki, hanem egy teljes lovarda az újabb állami piacrablási törvénycsomagnál, az ott érhető tetten, hogy semmiféle hatástanulmányt a tárca ide nem hozott. És ez ahogy igaz, erre a Szatmári Kristóf képviselőtársunk által törvényjavaslat egészére, na ez ugyanígy igaz arra a módosító javaslatra, amit egyébként a Törvényalkotási Bizottság elfogadott. Nem véletlen, hogy a Törvényalkotási Bizottság ülésén Szilágyi képviselőtársammal pontosan az iránt érdeklődtünk, hogy ugyan a fideszes képviselők felmértéke, hogy ez a módosítás hogyan fog kihatni mondjuk a kontinentál üzletmenetére. Tudnék, még erre nézve se hoztak ide számítást, honnan tudják, hogy ez a kívánt jogpolitikai célt szolgálni fogja-e? Nem lehet, hogy véletlenül itt a módosító javaslattal esetleg lábon lövik magukat. Nyilvánvaló az a politika, amit követnek, rátenyerelnek jól jövedelmező piacokra, első körben olyan piacokra, amelynek a letarolása, amelyeknek állami eszközökkel, törvényhozási eszközökkel való elrablása viszonylag jól becsomagolható egy kommunikációs mázba. Az a szabály, amit most elfogadott a Törvényalkotási Bizottság, az a mentesítési szabály, adott esetben lehet, hogy támogatható. Fogalmunk nincsen, hogy önmagában ez a piacra milyen hatással van, az esetleges piacrablási törekvésekre milyen hatással van, és nem tudjuk azt, hogy egyébként a munkahelyekre, munkahelyteremtésre milyen hatással van. Melyik az a párt, melyik az a társadalom, amelyik azt mondja, hogy mondjuk dohányipari cégek mellett tüntetés szervez. Nyilvánvaló, hogy önök először azokra a piacokra mennek rá, amelyeknek a megítélése kedvezőtlen. Kommunikációs kérdés tisztán, hogy mikor, melyik piaci szegmensre teszik rá a mancsukat. Ezért mondtuk azt, hogy nem egészségvédelmi célokról szól ez a javaslat, még csak nem is arról szól, hogy a nagy sápot húzó szektorokat akarnák igazságosan adóztatni, hiszen akkor nem ilyen furcsa sávos rendszerrel operálnának. És nem egészségvédelmi célokról van szó azért, mert hogyha valóban egészségvédelmi célokat szolgálna ez a javaslat, pontosan leírták volna azt, hogy ez egyébként az egészségügynek melyik szegmensét kívánná fejleszteni, és akkor nem beszélnének egyszeri adókivetésről. Ott teljesen álságos ez a javaslat, hogy önök legalábbis ezt állított a Szatmári képviselőtársunk, kizárólag a 2015-ös költségvetési évre akarják bevezetni ezt a újabb adót. Ha valóban egészségvédelmiek a célok, akkor miért nem hosszú távra terveznek?
Egyszerűen az egész törvénycsomag, ez a javaslat és a hozzátartozó két másik törvényjavaslat arról szól, hogy folyik a fideszes oligarchák feltőkésítése, folyik a nemzeti cinizmus rendszere győzteseinek a kijelölése. Erről van szó, és nem pedig a fiatalkorúak egészségének védelméről. Köszönöm szépen!